33. év a menrák elleni küzdelem világnapja október 1-e. Mint minden világnap, ez is fontos társadalmi problémára hívja fel a figyelmet. Karcagon több egészségügyi előadást is tartottak a világnaphoz kapcsolódóan. Sajnos mindenkinek az életében van egy szomorú történet. A szomorú történet kapcsán hozzánk fordulnak ezekkel az eseményekkel, és nekünk nincs megfelelő gyógymódunk még rá. Az elsődleges lenne a szűrés és az egészséges életmódnak a hirdetése, hogy ezek a szomorú következmények ne következzenek be. Magyarországon a nők körében a második leggyakoribb halálok az emlőrák. A daganatos elváltozás az emlőben lassan, hosszú ideig, kezdetben teljesen tünetmentesen alakul ki. A szűréssel a daganatot korán, még a tünetek jelentkezés előtt fel lehet fedezni. Az időben felfedezett daganatok közel 90%-ban gyógyíthatóak. Társadalmi népbetegségről beszélünk a menrák esetében, amely nem csak a nőket, hanem a férfiakat is érintheti. Tehát nagyon fontos a figyelemfelhívás, az, hogy felhívjuk a figyelmét még egyszer mindenkinek arra, hogy a megelőzésben a korai felismerés, tehát a szűrővizsgálatok fontossága mennyire jelentős. Az egész hónap arról szól, hogy felhívjuk az emberek, a társadalom figyelmét ennek fontosságára. A kórházban, ma az EFILEK iroda szervezésében olyan előadásokat hallgathatunk szakemberektől, akik erre hívják fel a figyelmet. Nőgyógyász, gyermekorvos és olyan dietetikus gyógytornász előadásait hallhattuk, akik mind abban tudnak segíteni, hogy ez a megelőzés, ez a korai felismerés minél hamarabb megtörténjen. Ugye egyrészt fontos a vizsgálatok, másrészt fontos a táplálkozás, harmadsorban pedig az egészséges életmód, amelyhez hozzátartozik a mozgásgazdag környezet. Mindez együtt járulhat hozzá ahhoz, hogy egyre kevesebben betegedjenek meg, hogy felnőjön egy olyan generáció, akit esetleg már nem érint annyira ez a betegség. A megelőzést, a korai felismerést különféle egészségügyi berendezések szolgálják. Volt egy olyan lehetőségünk a Magyarország kormánya támogatásával, hogy a szűrőbuszokból kiszerelt mammográf készülékek egy-egy egészségügyi szolgáltató intézményhez kerülhessenek. Akkor rögtön csaptunk úgymond a feladatra, vagy a lehetőségre. És bár vannak még hiányosságaink, azért elmondhatom, hogy szeptember 25-én ez a új mammográf készülék, vagy már használt, de számunkra új mammográf készülék beüzemelésre és betanításra került a Karcagi Kátai Gábor kórházban. Az emlőszűrés fájdalommentes és a szűrőállomáson való bejelentkezéstől számítva negyed óráig tart. Két évente ennyi időt, 15 percet kell szentelniük a szűrésre jogosult nőknek arra, hogy tudják azt, hogy nincs emlődaganatuk, vagy hogy a korai diagnózissal esélyt kapjanak a gyógyulásra.